Ha egy szóval akarom kifejezni, hogy mit várok el egy jó képtől, gyakorlatilag ugyanazt várom el a fotóktól, mint amit a magam által fényképezett témáktól. Nevezetesen azt, hogy megérintsen, hasson rám. Valami legyen benne, ami felkelti a figyelmemet, ami érdeklődést vált ki bennem, ami hangulatokat idéz vagy kelt, érzelmeket idéz vagy kelt. Akkor lesz egy jó kép, igazán jó, hogyha mind a két énünket meg tudja érinteni ez a kép. Megvan benne a fölismerhetőség és a konkrét tárgyaknak a valósága, ugyanakkor a kompozícióval, a fényviszonyokkal, a fény hangulataival, a különböző foltok játékával fölhívja a szellemi lényünk figyelmét is magára, és a kettőnek az együttműködéséből keletkezik egy olyan izgalmas élmény, amitől a kép előtt meg fogunk állni, megnézzük, és esztétikai élményt fog jelenteni számunkra, illetve hát a képnéző számára is. Tehát az önmagában a dokumentum jellegű képek kevésbé lesznek hatásosak, mint azok, amik érzelmi, hangulati töltöttséggel rendelkeznek és gondolatokat ébresztenek a képnézőjében.